Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen a műhelyemből. Ma a Curie motorról lesz szó, amit Tesla motornak is hívnak, egészen pontosan termomágneses motornak. Korábban már készítettem erről egy videót, akkor meglehetősen döcögősen ment a motor, kaptam egy kommentet, a kommentben az volt benne, hogy ki kell cserélnem egy alkatrészt nikkelre. Ez itt egy nikkel lemez, ezt vonzza a mágnes. Azért van rajtam kesztyű, mert a nikkelnek rossz élettani hatásai vannak, allergiát válthat ki, állítólag mérgező is, úgyhogy amikor nikkellel dolgozom, akkor legalább az egyik kezemen, amivel a nikkelt megfogom, kesztyű lesz. A nikkel egy rendkívül érdekes fém, érdekes története van. Hivatalosan 1751-ben fedezték fel ezt az elemet, később használták pénzérmék anyagaként is, 1881-től. Ez még ugye eddig nem túl érdekes. Az elnevezése, képzeljétek, hogy úgy történt, hogy itt Európában volt egy bánya, a bányában alapvetően vörös réz ércet bányáztak. Ott, ahol ez a vörös réz érc volt, ott volt nikkel érc is. A vörös réz ércet megolvasztották, és ugye értelemszerűen kinyerték belőle a rezet. Viszont a nikkel érc az nagyon hasonlóan néz ki, mint a vörös réz érc. És amikor megpróbálták megolvasztani ezt a nikkel ércet, akkor azt tapasztalták, hogy egyrészt rendkívül kellemetlen szagú gáz távozik, kénes gáz a kőzetből, másrészt azt tapasztalták, hogy nem nyertek ki belőle rezet. A bányászok el is nevezték ezt az ércet koboltkőnek, azt gondolták, hogy a hegynek a szelleme, akit Nikkelinnek hívtak, elátkozta ezt az ércet, hiszen úgy nézett ki, mint a vörös rézérc, viszont nem tudták belőle kinyerni a vörös rezet. És valószínűleg, a Mende Monda szerint, a Nikkelinről kapta, a hegynek a szelleméről a Nikkel nevet ez a fém. Más érdekesség is van a Nikkel kapcsán. A Nikkel rendkívül ritka a Földön. Kanadában van egy hely, ahol 1,7 millió évvel ezelőtt becsapódott egy nagy meteor. Ez egy vas meteor volt, aminek nagyon magas volt a Nikkel tartalma. A Föld szükségleteinek körülbelül a kétharmadát innen szolgálják ki. Azon a részen az ércek kb. 4-5%-nyi nikkel tartalmaznak, ez a leggazdagabb nikkel lelőhely a Földön. Próbálkoztam ilyen nikkel szalaggal is, de gyorsan kiderült, hogy ez nem nikkel szalag, hanem nikkelezet. Ezt használják lítium-ion celláknak az összehegesztéséhez, 0,15 mm vastag, 5 mm széles. Sajnos mivel vas tartalma van, így hiába veszítette el a nikkelbe vonat 360 fokon a ferromágneses tulajdonságát, a vas csak 700 fok környékén veszíti el ezt el, így ezzel nem tudtam megoldani, az ellenállás fűtéssel, amit majd itt meg fogok nektek mutatni, nem tudtam elérni 700 fokot, tehát hiába készítettem ilyen kis nikkel szalagból gyűrűt, mivel ez csak nikkelezett szalag volt, ezért ezzel nem működött, utána határoztam el, hogy megvásárolom a tiszta nikkelt, és némi kalapálás után sikerült kialakítani két cialakot, és vékony drótocskákkal bekötöttem úgy egy lefolyónak a szűrőjére, hogy lehetőség szerint a lefolyó szűrő ne érjen hozzá, és ne hűtse vissza a nikkel gyűrűt. Így, ahogy itt a képen is láthatjátok. Egyébként, mint láthattátok, ez a fém ilyen ezüstös színű, ez a nikkel viszonylag drága volt, pár ezer forint, ahhoz képest, hogy milyen kis darab fém, elég drága, mondhatná valaki persze, hogyha platina lenne a kezembe, vagy arany, az még drágább lenne, de én azt gondolom, hogy egy nikkelér, egy ilyen kis darab nikkelér, pár ezer forint az tényleg sok volt. 360 fokon veszíti el a ferromágneses tulajdonságát és paramágnesessé válik, és ez a ferromágneses, paramágneses átalakulás, ez lesz a motornak a hajtóereje. Kell hozzá majd még egy mágnes, és egy ilyen tárcsa. A tárcsának a szélét bevontam nikkellel, van itt egy nikkel perem. Alapesetben a mágnes vonza ezt a tárcsát, látjátok, megtartja a mágnes, viszont amikor a tárcsa elérje a 360 fokot, akkor el fogja veszíteni a mágneses tulajdonságát, nem fogja vonzani a mágnes. Ez a mágnes közel lesz a tárcsához, így mutatom a kamerának, így jobban látjátok, és ha ezen a részen ferromágneses, és ezen a részen paramágneses, annak az lesz a következménye, hogy el fog fordulni a tárcsa. Most közelebb hozom a kamerát, megmutatom a részleteket, és utána be is üzemelem a motort. Nézzük meg gyorsan, mi változott a múltkori videóm óta. Ide egy lefolyó rácsot szereltem, ez rozsdamentes acélból van itt is, és itt is, ezt nem vonza a mágnes, és ide körbe
hajtogattam nikkelből, tiszta nikkel lemezből két darab C-alakot, és ez egy kört formál. Itt láthatjátok a nikkel lemezt, amit vettem, jó drága volt, és a nikkel lemezt vékony részdrótok tartják, úgy, mint ahogy a képeken láthattátok. Itt pedig az a fejlesztés, hogy egy fűtőszálat helyeztem, egy elektromos fűtőszálat, nem gázlánggal melegítem fel a nikkel peremet, hanem ezzel a fűtőszállal, és ide helyeztem vörös részből egy hőpajzsot. A hőpajzsnak a szerepe kettős, egyrészt a megtermelt hő az lehetőség szerint maradjon itt a perem körül, tehát visszaveri a hőt, illetve ide egy mágnest kell helyezni, ide is rakom, így, és a mágnest védi a melegtől, hogyha a mágnes túlhevül, lemágneseződik és tönkre megy, úgyhogy a mágnesnek itt van a helye. Ezzel a menetes résszel be lehet állítani a pontos távolságot, ezt előzetesen már beállítottam, de be lehet helyezni ezt a kis szerkezetet. Ide szoktam tenni egy ilyen rész siklócsapály darabot, illetve ezt a szilikon csődarabkát. Ezzel majd meg lehet így lökni a szerkezetet, de itt a szilikoncsövet kézzel is majd meg lehet fogni, nem kell hozzá kesztyű. Egyébként kesztyűt most azért hordok itt a kísérlet során, mert a nikkel allergiát válthat ki, nem túl barátságos fém, akár még mérgező is lehet, úgyhogy ezt csak kesztyűbe szoktam fogosni. Nem is húzom tovább az időt, üzemeljük be a kis szerkezetet. El kell kezdeni lökdösni, kicsit bátorítani kell, jó pár fordulat kell ahhoz, hogy erőre kapjon, és mindjárt meg lesz, és megvan! Innentől kezdve szépen forog körbe-körbe, a mágnest pedig védi a hőpajzs, hogy ne érje el a 80 fokot, vagy lehet, hogy a 100 fokot, mert akkor megszűnik a mágneses tulajdonsága. Ez a hőpajzs eléggé bevált. Megmutatom közelebbről a kamerának. Itt láthatjátok, hogy forog. Megmondom őszintén, nem túl stabil, mégpedig azért, mert az akkumulátor feszültsége gyorsan csökken, ez a fűtőteljesmény zabálja az akkumulátorból az energiát, és általában egy olyan 5-10 perc után meg szokott állni, de pusztán azért, mert a fűtőteljesítmény lecsökken, és olyankor megáll a forgás. Itt alul láthatjátok, hogy izzik a fűtőszál, kicsit akadozik, kicsit zögykölődik, de hát nézzük el, ez egy nagyon barkács szerkezet. Az előző pár percben láttátok üzemelni a Curie motort, vagy más néven a Tesla motort. A nevét onnan kapta, hogy Tesla motor, hogy Tesla szabadalmaztatta. Megnéztem a Tesla szabadalmat, az nem egészen így nézett ki, az egy függőleges mozgó szerkezet volt. Elképzelhető, hogy volt Teslának is olyan szabadalma, ami ezt a körmozgást valamilyen utómódon megvalósította. Ebben nem vagyok benne biztos, minden esetre a név ráragadt, hogy Tesla motor, egyesek Curie motornak is nevezik, azért nevezik ugye Curie motornak, mert Curie fedezte föl az 1800-as éveknek szerintem a vége fele azt a jelenséget, hogy vannak bizonyos fémek, olyan ferromágneses fémek, amelyek elveszítik a ferromágneses tulajdonságukat egy bizonyos hőmérsékleten. A nikkel, amit én használtam a videómban, 360 fokon elveszíti a ferromágneses tulajdonságát. Ezt a hőmérsékletet el tudtam érni elektromos fűtőszállal is, sokkal barátságosabb volt, mint valamiféle lángolót dolgozni. Másik előnye volt az elektromos fűtőszállnak, hogy viszonylag konstans hőmérsékleten tudtam tartani részeket. Abban a részben, ahol ez az egész forgott, volt egy szektor, ami viszonylag hideg volt, 360 fok alatti, és volt egy szektor, ami pedig 360 fok feletti volt. Ez tette lehetővé, hogy az egész motor körbe-körbe forogjon egy irányba. Nem egy túl stabil szerkezet, hogyha a fűtőteljesmény, az elektromos fűtőteljesmény csökken, akkor leáll, ha pedig megemelkedik valami miatt a fűtőteljesítmény, mondjuk ez akkumulátorra nem fordul elő, mert a feszültsége biztosan nem emelkedik meg, szóval ha megemelkedik, akkor ugyanúgy megáll. Meg kellett találnom azt a balanszot, hogy mekkora részt kell fűteni, illetve hogy mekkorát nem, és így gyakorlatilag pár percig üzemképes a motor. Értelemszerűen hőforrásként mást is lehet használni, akár alá is lehet fával gyújtani. Természetesen ez a szerkezet ezt nem bírta volna ki, nagyon sok faelem van, az egész leégett volna. Remélem tetszett a videóm,
gyertek máskor is, kérlek, lájkoljátok a videómat, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!